Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! A mai videóban folytatnám a régi idők legendás autói bemutatóját. A 88. számmal, GAZ 13 csajkával. Ugye megvan a retroautós változat is, ez a fekete. Volt már róla szó a csatornán, illetve még annak idején a kultikus autókban is megjelent, ugye azt is bemutattam, tehát volt szó a típusról, úgyhogy nagyon nem is akarom húzni az időt, illetve beszélni róla. Úgy tartsatok velem, és akkor csapjunk bele, átlapozzuk az újságot, és megnézegetjük a modellt. Addig félre rakom. Hova tegyem? Hogy ne legyen útbajt az újság lapozása közben. Hát egy szép állapotú fekete változatot látunk itt az újság elején. Olyan, mint a Kaviár címmel indul a története. Az orosz csajka szó magyarul sirályt jelent. A tiszteletet parancsoló nagy fekete limuzinban nyugati fényűzést élvezhettek a keleti világ nem túl tiszteletre méltó urai. Láthatjuk a zormányát, ez hatalmas nagy krómozott hűtőmaszk, lökhárító. Azt írja hozzá, hogy az idő múlt lásával a szárnyaszeged csajkákat fokozatosan kivonták a kormányzati autóparkból, olyan állami vállalatokhoz kerültek aztán, mint az Inturist utazási iroda, később pedig magánkézbe kötöttek ki. Többükkel taxiként lehetett később találkozni, manapsága megmaradt néhány csajka fiatal párokat szállít az esküvőkre. A pártvezérek limuzonjában elektromos ablakemelő is volt. Ez akkoriban nem sok autóban volt benne. Itt ezen a kis képen, itt azt írja, hogy előfordult olyan is, hogy üzemanyag takarékosság céljából voltak olyan tulajdonosok, akik az eredeti motort kicserélték, vagy Mercedes, vagy traktorból származó dízelmotorra. Itt egy fekete-fehér, egy ilyen archív kép. A csajkának volt egy, ugye a sebességváltójában, automata sebességváltóján egy külön díszmenet fokozat, ami T-jelzésű volt. Ez ugye nagyon kicsi fordulatszámon, nagyon lassan, alig hallható motorzajjal gurult, és így méltóság teljesen tudtak elsuhanni a kivezényelt ünneplő sorfalai között a pártvezetők. Azt mondja, hogy a csajkák magas rangú katonatiszteket is szolgáltak. A beltér, pontosabban a műszerfal. Az autó belseje különösen elől nem volt fényűző, elvégre ott csak a sofőr, esetleg a testőr foglalt helyet, az utasokat a hátsó ülések kényelme érdekelte. És akkor el is érkeztünk a műszaki adatokhoz. Ezt így lassan megmutogatom nektek, hogy tudjatok belőle csemegézni, akit érdekel a műszaki tartalom. Ugye egy 5,6 literes benzinmotor volt 195 lóerővel, 80 literes volt az üzemanyagtartálya, és ez 100 kilométeren, 100 km per órás sebességgel olyan 400 kilométerre volt elegendő, hát legalább 20 kilométer fogyasztott százon.
Lapozzunk is tovább. Itt a poszter. Ami egy gyönyörű szép poszter, ez egy nagyon jól sikerült poszter. És akkor nézzük a részleteket. Itt ugye megint csak ugye műszerfalat látjuk, itt a rádió, ami akkoriban, abban az időben nagyon nagy luxus volt. Nem is nagyon lehetett találni autókba. Ez ráadásul 5 sávos volt, 5 sávon működött, és elektromosan kiengedhető antennával volt ellátva. Itt középen volt egy óra, itt ugye az utassal szembe, itt lehet látni. Itt ezt fotózták le, kinagyítva. Ezen a képen az elektromos ablak emelőt láthatjuk, egy krugmozott gomb volt itt a kárpitba elhelyezve. Itt az automata sebességváltó, ami nyomógombos volt. Ugye itt helyezkedett el jobb bal oldalon. Itt a kormány mögött bal oldalon a műszerfalon itt helyezkedett el, és akkor egy gombokkal lehetett vezérelni. Nagyon érdekes megoldás volt. Hamutartó tartóval is el volt látva, ugye itt az ajtókárpitban, itt meg az első ülés háttámlájára szerelve. Itt láthatjuk a 4 kamrás karburátort, amit nem volt olyan nagyon egyszerű beállítani. Itt a hátsó kis ablak, ezt is lehetett nyitni, de ezt már csak kézzel, ez nem volt elektromos. Csomagtartó. Itt hát hátránya volt, hogy a pótkerék elég sok helyet elfoglalt, de hát pártvezetők nem nagyon használták a csomagtartót. Később, ha taxiként használták, magántulajdonosok, akkor az változott. Itt látható a pótülés, a testőrülés. Ezeken leginkább a testőrök foglaltak helyet. És ez a harmonika-szerű alkatrész, ez volt a fékrásegítő. Meg a lámpákat fotózták le. Ez a ködlámpa, hát ez vagy ilyen sárga búrával volt ellátva, vagy fehér volt a búra, és egy sárga izzó volt benne. Halogén izzó. És akkor el is érkeztünk az utolsó oldalhoz. Pár dolgot még itt azért leírnak, összefoglalólag. Na hát ennyi volt az újság. Következő a 89-es szám, az a Fiat 132P volt. Majd lehet, hogy ezt is bemutatom. Na, nézzük is akkor a modellt. Egy jó nagy talpazaton van rajta, egy nagyon szép hófehér szín. Nagyon örülök neki, hogy ilyen fehér színben jelent meg. Régóta szerettem volna már beszerezni, de mindig elmaradt. Ugye más színben is van ez, ugye az orosz sorozatban ez több színben megjelent. De ez a fehér, ez nagyon jól sikerült. Szín, nagyon szép, egységes fényezés, olyan nagy hibát nem látok benne. Szépen megcsinálták ezt a modellt, részletgazdag, tényleg oda van figyelve minden részletre. A krómozott hűtőmaszk is nagyon szép, itt az embléma is ott van. Jól néz ki. Hát a kerék az egy ilyen egybefront csöntött krómozott műanyag. Szépen meg vannak festve ugye a kédérgumik.
hátulja. Nagyon szép részletes hátsó rész. Ez kapott visszapillantó tükröt. Hát ezt tudni kell róla, hogy a visszapillantó tükröt csak 70-es évek vége fele kapott. Úgyhogy ezt erről is lehet fölismerni. De csak itt a vezető oldalon volt visszapillantó tükör. Tehát 70-es évek végétől. Tehát ezt arról lehet így megismerni, hogy ez nagyjából arról, abból az időből származik. Hát nagyon szép minden részlete, nagy gyönyörű, aprólékosan, részletgazdagon meg van csinálva, beltér is. Hát nem tudom, beszereztem már egy ilyen kis zseblámpát, nem tudom, hogy belete bevilágítok, akkor jobban látszik-e, de annyira, hát így se jobb semmivel. De látszik, hogy szépen ki van dolgozva. Hát így se jobb. Na mindegy. Na. Mindjárt megmutatom az alját, aztán összehasonlítjuk a retroautóssal. Egyetlen darab csavar fogja, ezt lecsavarjuk, és akkor már kezdjük is az összehasonlítást. Hát íme talpozott nélkül. Látható, nagyon szép. Na, talán most így belátni a beltérbe is valamelyest. Azért ennek a modellnek érdemes lenne a belterét is megfesteni. Egy házilag ezt, aki szokott festegetni, ezt könnyen meg lehet oldani. Úgyhogy így néz ki, nagyon szép, érdemes beszerezni, még akinek esetleg nem sikerült. És akkor itt az alváz. Egész jó. Szép, részletes. Az üzemanyagtank, a pótkerék, egy hátsó laprúgó, kipufogó, szépen ki van vezetve, két kipufogós. És ugye az volt az érdekesség, hogy itt volt kivezetve a lökhárító végébe. Itt volt kivezetve. Na, hasonlítsuk össze. Hát nem tudom, hogy mennyire látszik. Most leveszem a vakut, úgyse fog látszani sajnos, mert most nem olyan jók a fényviszonyok. De megpróbáljuk így vaku nélkül találni, nem veri vissza a sok kréma. Krém, a sok króma fényt. Itt elől olyan nagy különbsége. Nincs. Teljesen egyforma. Megnézzük így oldalról is. Így is lehet látni, hogy ugyanaz. Még a kerék is. Hát a gumiban van eltérés ennek. Ilyen kerekei vannak, ennek meg ilyen terep, ilyen terepes, érdekes módon ilyen terepes gumi van rajta. Olyan, mint hogyha Lada Niva, nem is tudom, milyen gumi lenne. De egyébként semmi más különbség nem látszik. Áj! Fény nélkül még nem akar fókuszálni. Hát látszik, hogy vissza a pillantó tükör, mind a kettő megvan, szép. Gyönyörűen meg van csinálva.
Akkor nézzük a hátsót. Felét, hátsó fele. Hát ugye itt a csajka felirat a feketén. A fehéren nincsen csajka felirat. Na talán így ráfókuszál, így látszik. Itt nincsen felirat, ezt lesporolták a fehérről. Meg itt a piros lámpa, ugye a lámpa itt telibe van festve pirossal. Itt meg nincs. Itt az alsó részén kimaradt egy szelet. De más egyéb különbséget nem látok. Hát a másik oldal is ugyanaz, de azért megmutatom, te ugyanaz. És akkor nézzük meg még az alját. Hát itt sincs semmi különbség, teljesen ugyanaz. Itt a feliratban van némi kis különbség, de amúgy ugyanaz teljesen. Úgyhogy, hát ennyi. Akkor a GAZ 13 csajka bemutatása. Közben ez kiesett, ugye ez már nagyon régóta kijár a hátsó lámpa. Még mindig nem sikerült beragasztanom, de most már, ha már elővettem, akkor lehet, hogy majd beragasztom. Mert az lesz a vége, előbb-utóbb, hogy majd elveszik, aztán így csúnya lesz. Na, hát ennyi volt. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Ide teszem az újságot, és ha igen, akkor lájkoljátok. Remélem, volt kedvetek megnézni. Na, találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok, szép napot mindenkinek. És legyen jó napotok, jó hétvégétek, amikor nézitek ezt a videót, teljesen minden milyen időszakban. Sziasztok!